És akkor fel kell tennünk azokat a kérdéseket, amely a kormánynak és a vakcinagyártóknak is rendkívül kellemetlen, hogy hány életévbe kerülnek a lezárások. Ha mennyi életévbe kerül az, hogy 1 millió magyar gyermek nem tudott normálisan mozogni több mint egy évig, hiszen még a játszótereket is be kellett zárni. Mennyi életévbe kerül a magyaroknak az az elhízás, amelyet egyes becslések 50 millió kilogrammra tagsálnak, ez mennyi betegséget eredményez majd? Mennyi életévben vagy egészségben eltöltött életévbe kerül az, hogy mindannyian lezárásokkal kellett élnünk hosszú-hosszú ideig? Mennyi életévet követelnek azok az elmaradt beavatkozások, amelyeket nem végeztek el az egészségügyben éppen a koronavírus miatt?